szerzőjog alapvetően az irodalmi, a tudományos és a művészeti alkotásokat védi, ez van a köztudatban, de ennél sokkal szélesebb körű az a tárgykör, amit érintett a szerzőjog. Ilyenek például a szoftverek, az adatbázisok és minden olyan kreatív alkotás, amivel kapcsolatban a művészeti alkotó tevékenység felmerülhet, vagy ami akár egy a technológia világában is jellemző alkalmazás, telefonos alkalmazásnál vagy szoftvernél felmerül, az, hogy ne valaminek a szolgai másolata legyen. Hogyha valaki egy személyigazolvány képet akar készítetni egy kormányhivatalban, akkor az, aki elkészíti róla azt a fényképet, az nem fog valószínűleg egy fényképészeti alkotást megalkotni, mert hogy egy beállított fénykép, számítógépes fényképen keresztül fogja ezt a felvételt elkészíteni. Ha azonban mobiltelefonon, akár én egy családtagomat lefotózom, vagy egy utazás során készítek egy fényképet, ne adj Isten, egy stúdióba megyek be, ahol valaki hivatásos fényképészként alkotást készít rólam, akkor ott fel fog tudni állni ez a szerzőjogi oltalom. Fontos alapelve a szerzőjognak, hogy nincsen semmilyen művészi színvonalbeli elvárás azzal kapcsolatban, hogy valami a szerzőjogi oltalom alá tartozhasson. Tényleg az az alapvető feltétel, hogy ne valaminek a másolata legyen egyik oldalon, másik oldalon pedig az, hogy az egyéni alkotás meg tudjon valósulni. Hogy a szerzőjog esetében az oltalom, tehát ami a szerzőt megilleti, a jogoknak az alapja, az nem függ semmilyen nyilvántartásba vételtől, nem szükséges egy hivatalhoz elmenni ahhoz, hogy a szerzőjogi védelmet megszerezzük, míg a lajstromba vétel, a szabadalmak, a védjegyek esetében egy fontos előfeltétel. Szerzőjog a formát, a tartalmat védi. Ez azt jelenti, hogyha én egy módszertant leírok, aminek vannak lépései mondjuk egy képzési folyamatban, hogy milyen menetrend szerint tudunk átadni egyfajta tudást, akkor önmagában a szerzőjog ezt a módszertant nem fogja védeni, az ötletet nem fogja védeni. Hogyha valaki megvalósítja ezt az oktatási tevékenységet, akkor nem kell tőlem engedélyt kérnie. Az engedélyt akkor kell megkérnie, hogyha az általam leírt módszertant szó szerint átvenné, kiadná egy könyvben. A szerzőnek mindig az lesz az érdeke, hogy a saját szerző jogait minél jobban tudja érvényesíteni. Tehát például egy megfelelő mértékű jogdíjat tudjon szert tenni. Gondolja végig azt, hogy milyen egyéb hasznosításokat szeretne még más kiadóhoz esetleg akar-e fordulni, esetleg külföldön, más országokban másokkal is ki szeretne adatni a könyvet, akkor ementén tud dönteni arról, hogy akár kizárólagos engedélyeket adjon, vagy csak külön-külön egyes felhasználóknak tudjon engedélyt adni. Igen, a plágium talán a legközismertebb szerzőjogi jogsértés, így a társadalomban ennek van talán a legnagyobb ismertsége. Itt azt jelenti ez az eset, amikor egy megírt alkotást, amelyet egy másik szerző írt, azt én a saját nevem alatt adom ki, így vitorolva a szerzőséget. Ez abban az esetben jogszerűen tud történni, hogyha meghatározott keretek között csak rövid részleteket használok fel, és természetesen feltüntetem az eredeti szerzőt. Van mód arra, hogy a saját alkotásomnak van foglalt véleményt alátámasszam más alkotásában megfogalmazottakkal, esetleg kritikai szempontból rögzítsek más művekből részeket. Ez az idézésnek a feltételeinek abszolút meg kell, hogy feleljen. Fontos az, hogy egy rövid részletről lehet csak szó, tehát nem lehet egy adott mű nagy részét beemelnem egy másik alkotásba, ez már tud korlátokba ütközni.